Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Letartóztatásban az embercsempész, 97 migránssal a raktérben bukott meg, 16 év börtönt is kaphat. Felkészültek a járvány kezelésére, alkalmazkodnak a kialakult helyzethez Pakson. Új bölcsödét avattak Faddon, 132 millió forintos beruházásból épült az új intézmény. Adj élményt karácsonyra, adományokat gyűjt a Szekszárdi civil csoport. Harminc napra letartóztatták azt a 22 éves moldáv embercsempészt, aki két napja 97 illegális migránst próbált Nyugat-Európába szállítani, de Dunaföldvárnál megállították a teherautót, amit vezetett. A férfi akár 16 év börtönt is kaphat, a vád szerint ugyanis bűnszervezet tagjaként követte el az embercsempészést. Fegyveres terrorelhárítók biztosították a szerdán Dunaföldvárnál elfogott 97 migráns szállító kamiont. A román rendszámú jármű Szerbia felől érkezett és egy moldáv férfi vezette. Egy parkolóban állították meg a rendőrök. Az illegális határsértők közül többen menekülni akartak, de az egyenruhások feltartóztatták őket. A leszállított migránsokat megmotozták, egyesével kikérdezték őket, és fotót készítettek róluk. Végül rabszállítóval vitték őket vissza a déli határkerítéshez. A 22 éves moldáv sofőr ellen, aki jogosítvány nélkül vezetett, pedig embercsempészet megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Ezek pedig már péntek délelőtti felvételek. Vezetőszáron bilincsben kísérték a bíróság épületébe a rendőrök az embercsempészt. A tárgyalóteremben arról született döntés, hogy 30 napra letartóztassák a moldáv férfit. Magyarországi tartózkodási helyen nem rendelkezik, Magyarországhoz semmilyen módon nem kötődik, kifejezetten és kizárólag a bűncselekmény elkövetése céljából érkezett Magyarországra, ezért a szökésétől és elrejtőzésétől tartani lehet. Az ügyészség szerint az embercsempész bűnszervezetben dolgozott, emiatt ha szabadlábon védekezne, befolyásolhatná a társait. Az ügyészség álláspontjával a nyomozási bíró mindenben teljesen egyetértett, így ennek megfelelően el is rendelte a letartóztatást 30 napra. A továbbiakban a nyomozás kényszerintézkedés mellett folyik tovább. A 22 éves 97 migránst szállító embercsempész akár 16 év börtönt is kaphat. 8370 új koronavírus megbetegedést igazoltak csütörtökön idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 939.784 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 116, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 31.867 főre emelkedett. 5.147 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 509-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.992.000-en kaptak. Tolna megyében 152 új fertőzöttet regisztráltak a hét utolsó előtti munkanapján, ezzel a járvány kezdete óta összesen 19.595-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Diszpécser szolgálatot állítottak fel a Tolna megyei Balassa János kórházban, hogy a koronavírusos betegek hozzátartozói érdeklődni tudjanak szeretteik állapotáról. A 0630 018 61 15-ös telefonszámot hétfőtől péntekig reggel 8 órától délután 3-ig lehet tárcsázni. Onnan pedig 24 órán belül visszahívják az érintetteket. A kórház dolgozói azt kérik, hogy a rokonok minden esetben adják meg a beteg nevét, születési helyét és idejét, valamint az anyja nevét, illetve a lakcímét. Szükség lesz az érdeklődő elérhetőségére is, és a beteggel fennálló rokonsági fokot is be kell mondani. Alapos előkészítő munka után az egészségügyet érintő döntéseket hozott Paks polgármestere. A helyi önkormányzat fenntartásában működő intézményekben nem teszi kötelezővé az oltás felvételét, ugyanakkor kéri, oltakozzanak az emberek, és zárt térben, üzletekben, rendezvényeken, találkozókon viseljék a maszkot, használják sűrűn a kézfertőtlenítőt. A Paksi Gyógyászati Központban minden esetben csak telefonon kérhetnek és kaphatnak időpontot a betegek.
A paksi önkormányzat fenntartásában működő intézmények dolgozói számára nem teszik kötelezővé az oltás felvételét. Mint elhangzott, itt jelenleg 80-85%-os az átoltottsági arány. Ugyanakkor kérik, minél többen oltakozzanak, és zárt térben, üzletekben, rendezvényeken, találkozókon viseljék a maszkot, használják sűrűn a kézfertőtlenítést. Ezt azért kérem a paksiaktól, hogy gondoljunk az idősebb rokonainkra, idősebb emberekre is, amikor ilyen felelősségteljes döntést hozunk, hogy beoltatjuk magunkat, maszkot használunk, kézfertőtlenítőt. A Paksi Gyógyászati Központban és a gyógyfürdőben hétfőtől csak telefonon kérhetnek és kapnak időpontot a betegek, de most már nem csak a szakrendelések telefonszámán, hanem a két recepció 5 telefonszámán is, kivéve a labor. Lázas felső légúti betegségben szenvedők továbbra is csak 48 órás negatív PCR-teszt ellenében vehetik igénybe a járóbeteg szakellátást. Fejlesztésre került egy bejelentkezős weboldal is egyes szakrendeléseken. Amin a beteg, ha bejelentkezik, majd e-mailbe kap egy QR kódot, és kap egy 6-1-ből álló kódszámot is. Akár a kódszám beütésével, akár a QR kód leolvasásával az előzetesen interneten keresztül foglalt időpontra a szakrendelésre be tud jelentkezni. Nem kell a recepciót se fölhívni, se a bejelentkezés során használni. A webes előjegyzés bevezetését a közeljövőben tervezik, mely egyenlőre beszerzési probléma miatt csúszik. Rájöttek a tudósok, miért nem fertőz meg egyeseket az új típusú koronavírus. Az ilyen embereknek az úgynevezett T-sejtjei a betegség legkorábbi szakaszában elpusztítják a vírust. Ez történt azoknak a londoni egészségügyi dolgozóknak mintegy 15%-ával, akiket a világjárvány első hulláma idején követtek nyomon. A vizsgált dolgozók a jelentős kockázat ellenére egyetlen teszteléskor sem bizonyultak pozitívnak, vérmintájuk azonban azt mutatta, emelkedett a vírusra reagáló T-sejtjeik száma a világjárvány előttihez képest. A vírusfertőzés más vérbeli jelzőanyagainak mennyisége is emelkedett a vérükben. Az eredmények azért különösen jelentősek, mert az immunválasz T-sejtes fajtája az antitestekhez képest hosszabban tartó immunitás felé hajlik, ami általában inkább években, mint hónapokban mérhető. Megjelent a madárinfluenza Magyarországon. A vírusnak a H5N1 nevű altípusát mutatta ki egy elhullottan talált vadon élő madárból, a Nagylilikből, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma Baranya megyében, Sumony településen egy halastó közelében. A Nébik felhívta a baromfitartók figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek állataik megóvására, és akadályozzák meg, hogy a baromfik érintkezzenek a vadmadarakkal. Tovább szépülnek Tolna megye települései, 24 férőhelyes bölcsödét adtak át Faddon. A beruházást toppos pályázati forrásból sikerült megvalósítani, így már korszerű és vadonatúj környezetben tudják fogadni a gyerekeket. Néhány hónapja készültek ezek a felvételek, akkor már dolgoztak a szakemberek az új bölcsöde kialakításán. A felújítás végeredménye egy vadonatúj épület lett, ami most már 24 gyerek ellátására alkalmas. A beruházást végül a terület és településfejlesztési operatív program keretein belül valósították meg. Most 18 gyerekkel tudunk indulni, 24 férőhelyünk van, két szentgyörgyi kisgyermek van, többi faddi, és hát még ha nyilván majd lesz az idején őszre szerint, vagy az idején télre, vagy tavaszra meg fog telni szerintem, tehát a 24 fő ki lesz használva. A község a két csoportos bölcsöde felújítására 132 millió forint támogatást kapott. Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, Faddon folyamatosan voltak beruházások. Az elmúlt években mintegy 1,5 milliárd forintnyi forrás érkezett a településre, amiből számos dolgot tudtak létrehozni, fejleszteni. Ennek egy része turisztikai beruházás, itt gondolok a kerékpárútra, ami Tolna és Faddombori között van, illetve ugye ez egy faddi közigazgatási területen, de akár a vízelvezetés, vagy a többi intézmény felújítása, egészségügyi intézmények a felújítása, tehát lehet azt látni, hogy szépül és fejlődik, gyarapodik Fadd községe. A bölcsöde szeptember közepére készült el, majd az engedélyeztetések után november 3-án nyitotta meg kapuit a kicsik előtt.
A hagyományoktól eltérően idén karácsonyra a Karöltve Szekszárdért Facebook csoport élmény alapú adományok felajánlását várja azoktól, akik szívesen segítenek rászoruló családoknak az ünnepek közelettével. Az élmények között szerepelhet mozi vagy színházjegy, vagy akár egy élményfürdős belépő is. A kezdeményezéssel azoknak a családoknak szeretnének segíteni, akik hátrányos anyagi helyzetük miatt nem részesülhetnek ilyen élményekben. A Karöltve Szekszárdért Facebook csoport 2 éve aktívan jelen van a tolnai megyeszékhely életében, a segítségnyújtásról van szó. 2020 márciusában egy baráti társaság úgy döntött, hogy a COVID-helyzet miatt kialakult nehézségek áthidalásában segítséget nyújt a rászoruló embereknek. Szakács Szandra alapító tag arról beszélt, hogy a segíteni akarás azóta sem szűnt meg, sőt az ünnepek közelettével egyre csak erősödik. A tavalyi évben elsősorban a gyerekek részére gyűjtöttek játékokat és édességeket, idén viszont élelmiszert szeretnének kérni, és élményeket a családok részére. Azt szeretnénk, hogyha élményeket biztosítanának a gyerekeknek. Tehát például nagyon sok családnak gond azt, hogy fizessenek egy osztálykirándulást, tehát lehet karácsonyra ezt adni ajándékba, hogy kifizettem az osztálykirándulásodat, vagy megajándékozni a családokat egy karácsonyfával például. Most igaz, hogy nincsen nyár, de egy élményfürdőbe is lehet venni egy belépőt, egy mozi előadásra. Az azóta 5000 főre duzzadt civil csoportra egy országos szervezet is felfigyelt, akik díjra is jelölték a szekszárdi közösséget. A Mutas jó példát kampány célja, hogy divatba hozzák a pozitív értékeket a társadalomban, és minél több gyereket és felnőttet inspiráljanak a példamutatásra és a pozitív értékekre, továbbá elismerjék azokat. Ezeknek a követelményeknek felelt meg a Karöltve Szekszárdért közösség. Pont azokat az értékeket képviseljük, amiket ők is célnak tűztek ki, tehát ez a példamutatás, közösségépítés, és itt a közösségért való jó példa, ez volt a cím, amiben minket indítottak. Szavazni december 10-éig lehet a Mutas jó példát kampány Facebook oldalán. November 12-én ünnepeljük a Szociális Munkanapját. A jeles alkalom minden évben jó lehetőséget kínál ahhoz, hogy a szakterület felhívja a közvélemény figyelmét azokra, akik az elesettekért dolgoznak. Bonyhádon városi díjat alapítottak a szociális szférában dolgozók elismerésére. Viktor Adél, a Bonyhádi Gondozási Központ intézményvezető helyettese vehette hát a Bonyhádi Önkormányzat által idén alapított Molnár Józsefnéről elnevezett városi díjat. Ezzel a kitüntetéssel akarja Bonyhád város elismertebbé tenni a szociális munkát. Magyarországon 13 éve köszönték a szakterület dolgozóit. Elismerésük kiemelkedően fontos, mert a felmérések azt mutatják, hogy az emberek közel egyharmada küzdik olyan problémával, ami szociális kezelést, gondozást igényel. Szociális munkásnak lenni elhivatottság kérdése, és az itt dolgozók számára a jelentős terhelés miatt hamar elérkezik a kiégés. Ennek egyik ellenszere, mondja Kiskelemen Eszter, a Bonyhádi Idősek Otthonának szakmai vezetője, hogy a mostanihoz hasonló rendezvényekkel ismerik el munkájukat. Az az egyéni felelősség, hogy erre oda kell figyelnünk, és amint érezzük magunkon a kiégés jeleit, akkor arra reagálnunk kell tudatosan, tehát ezt nem szabad negatívumként megélni, hanem bizony erre oda kell figyelni, hiszen fontos az, hogy nap-nap után újult erővel és lendülettel tudjuk a munkánkat végezni. A szociális munka egyidős az emberiséggel, hiszen a közösségek mindig is gondoskodtak az elesettekről, betegekről. Évszázadokon keresztül az egyházaké ma jó részt az állami a feladat, hogy a szociális ellátást biztosítsa. Ebben a munkában nélkülözhetetlen a szociális munkás szakma. Regionális híreink következnek. Több mint 10 fejlesztési projektet mutattak be, közmeghallgatást tartottak Siklóson. Maximalizált benzinár 480 forintnál húzta meg a határt a kormány. Növelni kell az erdős területeket, fát ültettek az államtitkárral Pécsen. Intézményfelújítás, közterületrehabilitáció, turisztika, körforgalomépítés. Csak néhány azon projektek közül, amelyeket Siklóson szeretnének megvalósítani. Ezekkel a pályázatokkal ismerkedhettek meg azok, akik részt vettek a közmeghallgatáson. Az eseményen ugyanis a 2021 és 2027 közötti Európai Uniós ciklust érintő városi fejlesztéseket ismertette a polgármester.
Közmeghallgatást tartottak Siklóson. Az esemény fő témája a 2021-2027 közötti Európai Uniós ciklust érintő városi fejlesztések. A képviselőtestület által a tavalyi évben elfogadott 7-10 éves fejlesztési program már látható, formálódó projektjeit mutatták be a város lakosságának. Alapvetően koncentrálunk most azokra a fejlesztésekre, amik már belátható időtávon belül vannak. Magyarul megjelentek már olyan területi operatív programra vonatkozó felhívások, amikre január közepéig, illetve február közepéig kell két ütemben beadnunk a fejlesztési elképzeléseinket, a terveinket. A következő körös beadási határidő pedig március-április környékére tehető, de most elsősorban a január-februári programokat ismertetik részletesen, tette hozzá a polgármester. Régl Gábor kiemelte, hogy több mint 10 projekt már körvonalazódott, amit szeretnének megvalósítani Siklóson. Gyakorlatilag tartalmazza a szokásos, hagyományos intézmény felújítás és épületenergetikai projekteken keresztül közterület rehabilitációs felújítási projekteket, tartalmaz nyilvánvalóan turisztikai elemeket, nyomvonalas infraépítéseket, tartalmaz kerékpárútfejlesztést, tartalmaz körforgalomépítés, közlekedés biztonságvonalán. A résztvevők így többek között a TOP Plusz keretében elkészült pályázatokat is láthatták, mint például az iparterület fejlesztése. Az eseményen minden olyan fejlesztést bemutattak, amit a következő hetekben benyújtanak a szaktárcákhoz. Döntött a kormány szerdai ülésén az elszabadult üzemanyagárakról. Maximalizálják november közepétől a 95-ös és a dízel fogyasztói árát a kutakon. Ez azt jelenti, hogy 480 forintnál többet nem kérhetnek ezekért literenként. Azonban a prémium termékeket továbbra is piaci áron kínálhatják a töltőállomásokon, mondja a helyi iparkamara főtitkára. Rabszabolcs azt mondja, az üzemanyagok mellett az alapanyagok drágulása is befolyásolja a gazdasági folyamatokat hazánkban. 500 forint felett az üzemanyagárak, ahogy a képen is látszik. Azonban ez a magyar gazdaság működésére, a fogyasztói árakra is kihatással van, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón csütörtökön. Ezért a kormány úgy döntött, hogy november 15-től a benzin és a gázolaj literenkénti árát 480 forintos felső határral rögzíti. Ez azt jelenti, hogy ennél, tehát 480 forintnál olcsóbb lehet a benzin és a gázolajára, de drágább nem. Abban bízunk, hogy ez a gazdaság számára segítséget jelent, és részben az infláció mérsékléséhez is hozzá tud járulni. Az üzemanyagárak emelkedése mellett az alapanyagok drágulása is befolyásolja a hazai gazdaságot. A benzinár azonban közvetlenül is érinti az embereket, mondta a helyi iparkamara főtitkára stábunknak. A vállalkozások, az ipari szereplők mellett, ez most már a lakosságot is nagyon komolyan érinti, ez az elképesztő mennyiségű üzemanyag drágulás, és az üzemanyag drágulás is, majdnem minden alapanyagnak a drágulás, az be fog épülni a fogyasztói árakba. Bár a minimálbér emelkedik ugye 2022-től, tehát a cégekre ez megint egy extra terhet ró, mert ennek a költségét ki kell tudni termelni. Tehát egy elképesztően bonyolult évelé néznek a cégek. Rabszabolcs szerint a hatósági üzemanyagár kicsit csökkenti az inflációt, de annyi más tényező is befolyásolja ezt, hogy a szakemberek szerint nem látni, mikor áll meg a pénzromlás folyamata. Minden közgazdász a világon azt mondja, hogy most egy tartós inflációs időszakra kell berendezkedni, tehát ez egy 2-3-5, akár 10 éves távlatban is egy viszonylag az eddig megszokotthoz képest egy magasabb inflációval számolnak. A kormány a hatósági ár bevezetéséről a 95-ös benzin és a gázolaj esetében döntött. A prémium termékeket piaci áron adják majd továbbra is, mondja főtitkár. A magyar közlönyben még nem jelent meg a kormány rendelet csütörtökön, riportunk elkészültéig. Így további részleteket csak a jogszabály kihirdetése után tudnak mondani a szakemberek. Fákat ültettek a diákok a Pécsi I. és Gyula iskolánál csütörtökön. Összesen 21 csemete került a földbe az Életfája program keretében, amelynek célja a Baranyai megyeszékhely zöldítése közösségi faültetésekkel. A csütörtöki eseményen részt vett a klímapolitikáért felelős államtitkár is, akit elkísért a Balatonkenesei alapítású Zöldkövet Egyesület vezetője is.
Fát ültetnek a Pécsi Éj és Gyula általános iskola diákjai csütörtök délelőtt az intézmény melletti területen. A fiatalokhoz csatlakozott a klímapolitikáért felelős államtitkár is. Steiner Attila azt mondta, a 2050-re vállalt karbonsemlegesség eléréséhez növelni kell az erdős területeket hazánkban, hiszen a fák megkötik a széndioxidot a levegőből, így csökkentve az üvegházhatású gáz mennyiségét. Azt vállaltuk a tavalyi évben, hogy 1 millió fát fogunk ültetni évente, ennek érdekében, hogy 27%-ra tudjuk növelni az erdős területeknek az arányát Magyarországon. És hát itt a pandémia ellenére is szerencsére tudtunk előre haladni, úgyhogy 1.100.000 fát sikerült elültetni az elmúlt évben, és ennek a programnak a keretein belül én nagyon örülök neki, hogy a pécsiek is aktívan részt vesznek ebben az elképzelésnek a megvalósításában, és itt most a jövő generációjával, a gyerekekkel együtt tudunk valami konkrétat tenni. A Balatonkenesei Zöldkövet Egyesület vezetője azt mondta az eseményen, hogy ők a családoknak, gyerekeknek adnak tanácsokat, hogyan védhetik környezetüket, hiszen ezt egyénileg is meg kell tenni. Kis apró dolgokkal is tudnak tenni a mindennapokban azért, hogy egy szebb, élhetőbb, zöldebb bolygón, zöldebb Magyarországon élhessünk. Ilyen az, hogy például egy intézmény fát ültet a környezetében, vagy hogy szelektíven gyűjti a hulladékot, viszünk magunkkal a bevásárláshoz vászontáskát, komposztálóba gyűjtjük az ételmaradékot, olyan kis apróságok, amikkel tényleg nagyon sokat tehetünk, hiszen ha ezek összeadódnak, akkor nagyon nagy dolgokra leszünk képesek. Az önkormányzati képviselő, az Életfája program elindítója azt mondta, a legtöbb pécsi iskolában van környezettudatos oktatási program. Hogy azért is vagyunk itt, mert a városban elkezdtünk egy zöld iskola programot, aminek eredményeképpen az iskoláink 80%-a ökoiskola. Az egyik itt van mögöttünk. Az ültetés után meg is fogjuk ismerni államtitkár úr is, hogy az iskolán belül mi mindent tesznek azért, hogy a gyerekeknek a szemlélete változzon, és ezáltal a családoké is, hiszen a gyerekektől sokszor a szülők is megtanulják, hogy hogyan lenne helyes, fenntartható módon élnünk. Az iskola körül ezüstfenyőt, perzsafát, díszcseresznyét ültettek. Összesen 21 csemetek került ki az Éj és Gyula általános iskola melletti területre a gyerekek és a Pécsi Városüzemeltetési Cég segítségével. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Letartóztatásban az embercsempész 97 migránssal a raktérben bukott meg, 16 év börtönt is kaphat. Felkészültek a járvány kezelésére, alkalmazkodnak a kialakult helyzethez Pakson. Új bölcsödét avattak Faddon, 132 millió forintos beruházásból épült az új intézmény. Adj élményt karácsonyra, adományokat gyűjt a Szekszárdi civil csoport. Szombaton napközben túlnyomó részt, réteg felhős, szürke idő a valószínű, de kevesebb helyen várható makacs, talaj közeli köd. Napsütés, szűrt napsütés kevéssé lesz jellemző, csak elvétve időszakosan fordulhat elő. Vasárnap még kisebb eséllyel fordul elő napos időszak, borongós időre van kilátás. Hétfőn tisztul ki az idő, nő a valószínűsége a napsütés előfordulásának, számottevő csapadék nem várható. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!